Várj, nem szabad! Hájt a rába! Itt nem csípjük a dicsekőket. Dog! Anyu, ez csak a Mayo Klinika egészségügyi nyári tábora. Teljesen egyedül is elboldogulok. Bújócskázunk. A nevem Milhouse. Aha, azt mondja. Itt őszintén megmondom, hogy az első pár epizód után én úgy éreztem, hogy ezt 5 perc múlva abba fogjuk hagyni. Annyira meglepő sokszor a halkik úgy tudják a legváratlanabb helyeken. Csak egyszer, csak kicsit mondjak olyan mágyosan. Az első ilyen nagy rajzfilm sorozat főszerepem volt, az első ilyen nagyobb szerepem, és hát nyilván a mai napig, mert most is vettük. Úgyhogy szerintem nem sokan mondhatják el, hogy pályafutásuk alatt ennyi ideig dolgoznak valamin. Felnőtt mellettük egy pár olyan sorozat, akár a South Park, akár a Family Guy, amik szintén hasonló, kicsit sitcom jellegű, és valahogy a Simpsons nem süllyedte mellett, hanem egyre jobbak a poénjai. Megteremtettek benne olyan sarokpontokat, például az intro, a kezdeti, hogy bárt ír a táblára valami hülyeséget, az, hogy a apja ráncigálja folyamatosan a nyakát. Minden családban vannak furcsaságok. Csak megszállt az ördög! Hülyeséget csináltam, anyátok elment, palacsintát eszem. Elfogyott minden! De ami őket illeti... Nagyon szeretlek, drága! Nem kell más, csak szeretet! A Simpson család. Minden hétköznap a Foxon. Közel 600 részt leszinkronizáltak a sorozatból. Milyen érzés részese lenni egy ilyen hosszan futó szériának? Hihetetlen jó. Hát ki gondolta volna? Annak idején ugyanúgy nagyon komoly válogatás volt. És a Kosztola Tibor csinálta a válogatást, és hívott, hogy ilyen hangok, és megláttam, én egyáltalán nem is tudtam. Hát hallottam én ezekről a sárga mukikról, meg a csupói magyarok valamit kitaláltak, nagy siker, meg itt egyszer csak megjelent Magyarországon, és mondták, hogy próbahangok. És nem sokkal előtte a Kosztola Tibivel csináltam a Fuszeklik fejedelmébe egy banyát, meg csináltam a Jöttünk, láttunk, visszamennénkben a Jean Reno-s francia filmben egy ilyen vöröshajú luvnyát többször, és annak volt ilyen, ilyen ordinári hangja. És mondta a Kosztola, ha azokat nem csináltam volna, a Mádzsa soha nem jutott volna eszébe hívni. És akkor több kolléganőmmel együtt én is ott voltam válogatáson. Majd telt múlt az idő, és már majdnem megfeledkeztem, elteltek hónapok. És egyszer csak jön a jelzés, hogy gyere, indul a Simpson. Mi? Hát tudod, csinálta ezt a... Márcs! Jaj, Istenem, a kékfejű, igen, a kékfejű. Így nem tudtam még, akkor ilyen kékfejűnek mondtam. Egy nap előfordult, hogy reggel, mert valamikor ősszel vagy késő ősszel kezdtük, és mondták, hogy ők már karácsonykor nyomni akarják adásba, naponta megy, ennyi, annyi, amannyi. És volt, hogy hát én nem is tudom, reggel nekifogtunk, és estig csináltuk, és én végig ezen a márgyas hangon. Kinőttél Ropiból? Nincs több áj, karamba, most meg ez? De rettentő élvezem, mindig nagyon élvezem, és most már, amikor tudom, hogy jövök, akkor én bizony rágyakorolok. Tudod, de mi van a nagyapival, mert papisztuk, vagy most már mindenki nagyapit mond, mert papi régen... Nagyapi, mert végül is már nagyon hozzászoktunk a nagyapi. Jól van, csak azért kérdeztem, mert az én lelkemben még nem ez volt, hanem a régi. Mondom, mindjárt olvasom, mondtam, hogy ötre hozt haza, itt a tanár, hogy korrepetálja. Jó. Nagyapi, mondtam, hogy ötre hozt haza, itt a tanár, hogy korrepetálja. A Márgynak van két testvére, nővére, az Elma meg a Peti, és azokat is nekem kell szinkronizálnom, csak kicsit másképp. És azok még érettebbek, még rekedtebbek, peszeges meg, még durvábbak hangilag is, de ők effektív durva figurák. Ó, miért? Kérlek, csak mondj valami pozit... Gyorsabban. Ó, miért kérlek, csak mondj valami pozitívat.
Van, hogy középkorba kerülnek, becsöppennek, meg a legváltozatosabb helyzetekbe. Sárkányok közé, meg mindenhova. És ők ugyanúgy megmaradnak, hogy izgul a gyerekéért, harcol a sárkánnyal, küzd az életben, mindennel a családjáért küzd a Marge. Olyan bájos dolog ez. Szóval, Bart, mi a helyzet? Csak mi fiúk maradtunk. Örülök, hogy előttünk az egész nyár, mert van miről beszélgetnünk. Itt őszintén megmondom, hogy az első pár epizód után én úgy éreztem, hogy ezt 5 perc múlva abba fogjuk hagyni. Volt bennem egy pánik, hogy az a speciálisan amerikai szóhasználat, az amerikai életre adott reflexiók vagy fricskák, azok európanizálhatók-e, vagy hungarizálhatók-e egyáltalán. És paradox módon az eltelt 21 néhány év alatt a globalizáció következtében úgy tűnik, hogy ezt áthidalta az idő, a mi viszont szaladó futamidőnk, és azt kell mondjam, hogy ez ma már fel se tűnik, hogy ez talán Amerika specifikus vicce, ez most már világspecifikus vicc, vagy tréfa, vagy fricska, amivel az epizódokban találkozunk. Hát, örülök, hogy beavattalak. Elugrom Mohoz, míg elrendezed magadban, jó? Természetesen, amikor a vezérhangot az ember meghallja, akkor a saját torkában megpróbálja felfedezni ugyanazt a hangszint, megpróbálja ugyanúgy azt a dót úgy mondani, ahogy az amerikai mondja, és megpróbálja természetesen tiszta erőből átélni azt a szituációt, amit az amerikai kollégám nyilvánvalóan át kellett, hogy éljen. Itt nem csipjük a dicsekvőket. Dók! Homer Simpson az az átlagpolgár, aki a saját társadalmi identitását, a társadalomban elfoglalt helyét, a vágyait, az álmait, a szinte gyermekded vágyakozását valami egészen kiválóra, olyan esendő eszközökkel mutatja vagy éli meg, ami végül is szeretetre méltóvá teszi, és nem akarnokká, vagy zsarnokká, vagy gyűlöletessé, hanem esendő kisemberré. A kisember az pedig nagyon szerethető valaki, még akkor is, hogyha csak olyan szép, mint Homer Simpson, ha csak olyan férfias, mint Homer Simpson, ha csak olyan apuka, mint Homer Simpson. Bart, amikor megszülettél, halálra rémültem, mert ez azt jelentette, hogy nem vagyok gyerek többé, felelősséget kellett vállalnom. Én is egy félreértett fickó vagyok, aki csak azt szeretné, hogy a családja szeresse. Talán kezdhetnénk egy öleléssel. Úgy örülök, hogy megnyíltam. És örülök, hogy van egy kölyköm, aki soha nem megy sehová, soha nem csinál majd semmit. Nekem végig kísérte a pályámat. Már az első... Tehát a kezdetektől, amikor elkezdtem szinkronizálni még a Pannonia filmstúdióba, akkor kezdtük el, tehát így igazából talán az első ilyen nagy rajzfilm sorozat főszerepem volt, az első ilyen nagyobb szerepem, és hát nyilván mai napig, még most is vettük. Úgyhogy szerintem nem sokan mondhatják el, hogy pályafutásuk alatt ennyi ideig dolgoznak valamin. Ez sokkal kisebb, Liza. Ez a mini. Nyisd a macskát, az egér leüti, a macska szétesik! Vicces, mondjuk, hogyha megnézek egy régebbi részt, hogy mennyire nem olyan kiforrott még mondjuk a karakternek a hangja, hogy mennyivel inkább egy ösztönösen ez a gyerek hangon beszélek vele, ebből a szempontból tök jó, tehát azért így észrevehetők így a szakaszok benne szerintem. Nyilván, hogy én is hozzáértem a figurához, meg a szakmához is. Ez rotoszkóp, apu! Egy újabb nemes kísérlet bukott el. Emlékszem a Pannonián sévkre, hát teljesen más volt, mondanom sem kell. Hát ezért ugye, hogy ahogy múlik az idő, meg telik, és hogy mindenben felgyorsult a világ, ugye nyilván ez sajnos, hát sajnos nem sajnos a szinkrongyártásban is felgyorsult, és ezért teljesen más volt akkor a varázsa. Eleve egy Pannonia filmstúdiónak, ugye, tehát amúgy is meg volt a varázsa, és azt gondolom, hogy azért akkor
akkor más volt, akkor ez egy egész napos elfoglaltság volt, akkor mindenre volt idő, akkor volt idő akár elgondolkozni egy poénon is, akár többet percekig, hogy most odaillik-e, nem illik-e, átírjuk-e valami olyanra, ami jobban ül, vagy valami ilyesmi. Hát meg együtt dolgoztunk, tehát ott az volt, hogy összejöttünk reggel 9-kor, Pálos Zsuzsi, Székhelyi József, Balázs, én, és akkor ott voltunk majd, hogy nem egész nap, ebédszünettel, szünetekkel együtt nevettünk, kacattunk, néztük végig az egészet, szóval sokkal inkább együtt ott tudtunk élni a produkcióval, meg sokkal jobb varázsa volt az egész felvételnek, mint az, hogy most egyenként ugye bejövünk, leülünk, és akkor megcsináljuk a magunk szerepét X idő alatt. Nem azt mondom, hogy bárminek a minőségnek, vagy bárminek a rovására menne, mert ez nem így van, de hát azért az egy más varázs volt. Nyilván nagyobbakat tudtunk nevetni, és nyilván jobban át tudtuk az egészet venni. Anyu, ez csak a Mayo Klinika egészségügyi nyári tábora. Teljesen egyedül is elboldogulok. Van egy olyan rész, amikor, még egy nagyon régi rész, amikor a Homernak valami baja van, aztán a szívével, vagy valami szervével, és akkor ő pénzt kell gyűjtenie, meg hogy meg tudja műtetni magát, vagy valami ilyesmi, és akkor ő vallási vezetőknél is próbálkozik, és akkor ilyen különböző vallásokhoz elmegy, és bepróbálkozik. Valamiért ez az egy rész nagyon megvan a fejemben, mert ott a Székhelyi József nagyon vicces, és van egy az a bizonyos a megcímű, amikor nem mondom ki káromkodása, ami szerintem zseniális, és talán lehet, hogy pont abban a részben mondta először. Ez még egy nagyon régi rész. Pont 18 éves voltam, akkor mentem egyetemre, akkor kezdtük, 98 szeptemberében. Emlékszem, még a legelső felvételi napról bődületesen el is késtem, azt hiszem, hogy el is vártanak, tehát így tehát nagyon, nagyon rossz indítással kezdtem ezt a sorozatot. A hírét már hallottam, mert a Szat1-en még amikor ugye tényleg amikor gyerek voltam, akkor Szat1-en lehetett fogni ezt az adást, és emlékszem, hogy az ilyen kultikus volt annak idején, de csak németül volt, és nem nagyon értettem. De minden esetre együtt nőttem föl, igen, a Bártal, pontosabban ő sosem nőtt föl, néha fölnő részekben, mint hogy a mai részben is fölnőtt. Legalábbis előre mentünk a jövőben. Felkínálok téged meg a pasidat egy sörre. Csak hadd zárjak be, oké? Okay? Én a Bártnak próbáltam egyrészt először lekopírozni az eredeti tónusát, meg hát ami és valamint hozzáadni abból, amit tudok, és szerencsére ez annyiban jó választásnak minősült, hogy ezt még mindig tudom hozni 19 év távolatából is. Igaz, egy kicsit már vastagabb a hangom, de azért még mindig tudom ezt a Bártos hangot hozni. Na most megjelentkezem! Na jó, oké, mutassuk meg ennek az ártatlan ifjú veteránnak, mi történik, ha felszólítja Bart Simpsont. Hölgyem, a nevem Bart, és csak el akartam mondani, mekkora öröm, hogy köztünk van. Mi a fene? Annyira haladnak a korra, és annyira mindent kiaknáznak, tehát tényleg volt Lego Simpson család, volt, mit tudom én, japán manga, azt hiszem, stílbe átrajzolva. Gyakorlatilag nagyon sok dologgal el tudnak játszani, hogy mibe tudnák ezt a sorozatot átültetni. Volt már musical, ugye rendszeresek a Halloween-es epizódok, tehát minden szentekkor van valami ilyen horror. A Rémségek Simpson háza. Rémségek Simpson háza, ez egy visszatérő momentum. Hát nagyon sok mindennel eljátszottak. Gyakorlatilag minden ilyen popkulturális utalást, vagy filmes utalást vagy belecsempésznek, vagy konkrétan a rész arról szól. Tehát volt már néma filmes, vagy film noáros, fekete-fehér Simpson család. Úgyis jövőben is rengetegszer játszódik. Mert összezavarodott kölyök vagyok, hölgyem. Megsebzett. Szükségem van egy puha kézre. Dehogy! Legutóbb ott volt nálunk is, egész nap a madarakról dumált. Még a muter is halálra unta, pedig ő aztán imádja az unalmat. Megteremtettek benne olyan sarokpontokat, például az intro, a kezdeti, hogy Bart ír a táblára valami hülyeséget,
az, hogy a apja ráncigálja folyamatosan a nyakát, az, hogy a Maggie, a kis csecsemő, aki sose nő föl, sose szólal meg, na, vagy nagyon ritkán, nagyon-nagyon szökkévent egyszer, és akkor valamilyen nagyon ott van dramaturgia, hogy miért akkor szólal meg. Ó, van egy helyes új szexi tanárunk, hát fel sem tűnt. Ne vigyenek be! Ez egy áldozat nélküli bűncselekmény! Mirehouse-nak szerintem viszonylag jellegzetes hangja van, és hiba volna nem követni az eredetit. De persze ez nyilván a szereposztásnál is megmutatkozik, hogy nem hívnak szerintem egy karakter, aki nem képes megoldani. Mirehouse egy szegény kis balek, aki nagyon szeretne rossz fiú lenni. Egy finom ércesség van a hangjában, de igazából meg nagyon, nagyon puhán és nagyon bárgyún beszél néha. És ezt megpróbálom visszahozni, hál' Istennek megvan szerintem az az ércesség, ezt viszonylag sok rajzfilmben használom, ezt a kis rekesztést, amivel tudok olyan Milhouse-osan beszélni. Apa, ezzel leégetsz engem, ahogy szoktad. Lehetne, hogy most ne veszekedjetek az irántam érzett tiszteletből? Nagyon furcsa, hogy nem annyira rég futottam be nagyon régi Simpsons epizódokba. És nagyon jó volt látni, hogy maga az animáció rengeteget fejlődött. Tehát sokkal jobb minőségű már, mint az elején. Poénok szempontjából meg nagyon érdekes, hiszen a Simpsons én a melón kívül sose csináltam, vagy sose néztem időrendben. Hanem mindig össze-vissza rátaláltam egy részre, ami éppen ment a tévébe. Hogyha rákapcsoltam és Simpsons futott, akkor mindig ott ragadtam. És azért nehéz visszaemlékezni egyrészt melóból, hogy mennyi poén volt benne, sokszor Milhouse egy-két mondatot mond egy egész részben. Úgyhogy nem tudok teljes évadokra így rátekinteni, de én azt gondolom, hogy mindig volt olyan, akárhányszor dolgoztunk, hogy valami szöveget nem tudtam elmondani, mert annyira kellett röhögnem. Most szabadultam a javítóból egy lámpaügy miatt, de nem dühöngök. Megtanultam, hogy a legnagyobb bűn a Földön hitetlenként élni. Ahhoz kéne hoznod, csak egy picit idősebb. Mélyítsek rá, jó. Most szabadultam a javítóból egy lámpaügy miatt, de nem dühöngök. Megtanultam, hogy a legnagyobb bűn a Földön hitetlenként élni. Hé, várj! Ugye, itt is idősebb, jó. Sőt, még idősebb. Hé, várj! Ugye eljössz az érettségi partimra ma este? Még mindig kiskád, zsöpve! Aha, kiskád. Aha, így, és így 12 másodpercig fognak járni. Jó. Még mindig kiskádban fürdetnek. Akkor csak egy személyre eszem krétát. Több stúdióban csinálták már ugye ezt az egész sorozatot. És mindig, amikor átkerült egy másik helyre, akkor kisebb szereplőket átvettem én például. Hogy volt Nelson után, csináltam a három rossz srácból az egyiket, a kövér kopasz srác volt. Aztán mostanság az elmúlt két évben, vagy két-három évben elkezdtem csinálni a Ralphot, és további epizód szereplőket. Mindig változtatom a hangomat, úgyhogy lényegében ennyi. Jelen pillanatban, aztán ki tudja még, kit fogok csinálni a jövőben. Leszünk barátok? Én elsősorban szeretnék az amerikaira támaszkodni. Én kicsiként nagyon sok Disney sorozatot csináltam, és ott is már erre tanítottak minket, hogy amit az eredeti csinál, mi is azt csináljuk. Szerintem a szinkron erről szól elsősorban, hogy valamilyen szinten lekövessük az eredetit. Persze esetenként adhatsz hozzá valami kis plusz, de nem kéne elvinni másik irányba a karaktert. Úgyhogy megpróbálom a képességeimhez mérten megcsinálni azt, amit az eredeti is. Most már tiszta! Tanárnő, adná egy puszit a bibimre! Írjunk bele valamit? Nem kell. Jó, oké. Okay. Tanárnő, adna puszikákat a bibimre. Hányadik éve rendezi a Simpson családot? A Simpson családot csak második éve. Azelőtt mások csinálták. Nagyon sok helyen volt már ez a
produkció. Egyetlen segítséget kaptam, egy Excel táblázatot, de hát ugye a főszereplők hangjait tudtam. Tehát abban nem is kellett segítséget kérni. Főleg a mellékszereplőket kellett összeszedegetnem, vagyis az állandó szereplőket kellett összeszedegetnem, hogy kik voltak a hangok. Sajnos ez még ugye olyan régen indult ez a sorozat, hogy akkor még mindent papír alapon rögzítettek. Tehát még nem volt ilyen Excel táblázat például. Úgyhogy ez az utolsó évad, tehát azt megelőző évadnak az anyagát küldték át Excelben, mielőtt én átvettem. Arra vigyázz, hogy gatyában matatók legyen. Tehát zsebhokizók is lehetne, de a gatyában matatók az olyan jól hangzik. Ezt eleve 5-6 hang csinálja. Ezt azért elődeim is észrevették természetesen, hiszen a Marge, azaz a Pálos Zsuzsa volt a magyar hangja a Marge két testvérének is, amit persze nagyon jól észrevettek, hogy az mindenképpen azt ugyanaz az eredeti hang csinálta. Én mindig megnézem a vége főcímet, megnézem, hogy hány hang szerepelt benne, és azért megpróbálom úgy alakítani, hogyha hallom, ráadásul. Tehát például nagyon gyakran mostanában előfordul, hogy a Lizát alakító, vagy a Lizának magyar hangot adó Bogdányi Titanilla más szerepeket is csinál, mert hallom, hogy az eredetiben is feltehetően ő volt, tehát az eredeti hang szinkronizált más szereplőket, más figurákat. Seri vagyok, minél messzebb jutunk, annál több különbséget fedezhetsz fel. Nem mondhatom, hogy minden epizód azonos színvonalú, de általában a standard az kielégítőnek mondható. Hát ennyi irgalmatlan epizódból nyilvánvaló, hogy nem lehet mindegyik remek mű, vagy teli talált, vagy csupa tízes. De a statisztikailag azt gondolom, hogy a jobb vagy a kiválóbb sorozatok között is a legkiválóbbak egyike. Mindig tudnak újat és újat hozni. Tehát felnőtt mellettük egy pár olyan sorozat, akár a South Park, akár a Family Guy, amik szintén hasonló, kicsit sitcom jellegű, de hogy mondjam, nagyon, nagyon karakteres figurákkal dolgoznak, és valahogy a Simpsons nem süllyedt el mellett, hanem egyre jobbak a poénjai. Én nagyon szeretem. Én szeretem a humorát, és egyébként azt szeretem benne, hogy ugye nincs eltúlózva benne a káromkodás például. Ugye egyáltalában, mint a későbbi testvéreiben, akár mint egy Family Guy-ban, vagy South Parkban. Tehát, hogy nem annyira trágár még, viszont ugyanúgy oda tud csípni. És ezt szeretem benne. Ami jó, azt felszabad után lehet csinálni. Szerintem azért megy ez a sorozat, mert ezt a készítők, akik mögött tudjuk, hogy itt magyar van, Csupó Gábor, ugye? Leges az egyik mastermind mögötte. Tehát ami jó, az felszabadultan csinálják, és ez látszik benne, ez a tök szellemi szabadsághoz, hogy nem kell kompromisszumokat kötni ők, hogy mernek bunkók lenni, ha kell, mernek érzelmesek lenni, mernek eljátszani mindennel a politikától, kultúrán át, egészen a nagyon személyes, nagyon intim dolgokig. Szerintem éppen attól frenetikus és teli találat, hogy annak az average Americannek, annak az átlag amerikainak az élethelyzetét próbálja pillanatfelvételek százmillió szorosában rögzíteni, konzerválni, és mint egy Shakespeare-i módon tükröt tartani a társadalomnak, hogy így éltek ti, Simpsonék. Ez egy nagyon fontos, szerintem egy ikonikus, filmtörténetileg is fontos sorozat, és nem azért mondom, mert én benne vagyok, hanem akkor is ezt mondanám, hogyha csak kívülről tekintenék rá, és ez egy nagyon fontos sorozat lesz szerintem az amerikai filmtörténetben biztosan, szerintem az általános egyetemes filmtörténetben is, mert hogy ez egy olyan animáció, ami
ami akkoriban több újdonsággal szolgált, hogy szókimondó volt, politikailag inkorrekt volt, kendőzetten mutatta be ezt a kertvárosi, amerikai, eltunyult, de mégis azért szerető közegben élő családi milliót, bemutatta a rendőri túlkapásokat, bemutatta a sokszínű kultúrát, ugye van benne indiai boltos, van benne mindenféle bőrszínű osztálytárs, benne van a médiának a kritikája, benne van az egész amerikai társadalom szegmentálódásának a kritikája. Ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon fontos, szociológikus, érdekes és nívós sorozat. És kár, hogy ennek itt Magyarországon nem lett olyan közönsége, hanem olyan búvó patakként úgy meg lehetett találni tévéken, vándor. Tehát ez az egész, tehát hogy hány stúdióban szinkronizáltuk mi ezt meg, hogy ez a műsor hány tévé adón ment tök méltatlan időpontban, az is jelzi, hogy nem találta meg a helyét. Sajnálom egyébként.